A mérkőzés előtt egyszerű volt a képlet, hazai győzelem esetén biztos a nyíregyházi csapat második helye. Az NKS nem is bízott semmit a véletlenre, az első negyedet 10, a másodikat 7 ponttal nyerte a házigazda. A harmadik negyedben újabb 16 pontot tett hozzá előnyéhez Farkasinszky-Gyuláni együttese. A két csapat gyakran feszültségektől sem mentes párharcában, így ezúttal nem maradt kérdés az utolsó 10 percre, végül 40 pontos győzelemmel zárta az alapszakaszt a nyíregyházi kosársuli. Az első két percben még úgy tűnt valóban, hogy ez szoros mérkőzés lehet, mert nem igazán találtuk a ritmust, de utána felfedeztük azt, hogy ha sok mozgásból megyünk és a palánk alá léptetjük a magas embereinket, azzal is igazából nem fog tudni mit kezdeni a Debrecen. A kinti dobásokat erőltette elsősorban, mert palánk alá nem tudtak betörni, mert jól zártunk össze, jól védtük a kinti embereket. Egy ember volt a Debrecenben, a Vacuk Virág, aki én úgy gondolom, hogy egy jó teljesítmény nyújtott, vele nyúlt meg inkább a gondunk és problémánk. A palánk alatt maximálisan uraltuk ezt a mérkőzést, és az igazság, hogy a játékvezetők is megpróbálták kordában tartani, tehát azokat a hirtelen fellángolásokat, vagy hirtelen agresszivitást, ami történt a pályán, azt az időben elfojtották. Bár mondom, mindenkinek felhívtuk a figyelmét, hogy itt semmi olyan keménykedés nem lehet, ami a mérkőzés rovására mehet. Én úgy gondolom, hogy ez egy örömjáték volt, főleg azoknak, akik egyébként kevesebbet töltenek a pályán. A zöld csoport élén az MTK TFS-e végzett 15 győzelemmel és egy vereséggel, a 12-4-es mérleggel záró nyíregyházi kosársuli előtt. Az NKS mögött a DVTK U23 és az Ajka következik egyaránt 11-5-ös mutatóval. Mint a szakmai igazgató elmondta, a bajnokság kezdete előtt három A-csoportos klub második csapata társaságában a negyedik hely megszerzését tartották reálisnak. Ez a mostani csapat, ez egy jó csapat, tehát minden szempontból, tehát játék tudásra is, szerkezetre is, vannak húzó embereink, tehát masszívak, végül is azért belegondolunk, a tavalyi évben is így játszottunk együtt, ugye a Kamilla került be a körbe ebben az évben, ő viszont egy három hónap után föl tudta venni ennek a csapatnak a ritmusát, és a játékképben maximálisan beilleszkedett, tehát fokozatosan jött meg az étvágyunk, maradjunk inkább ennyiben, hogy a Vasas ellen, amikor rögtön az első mérkőzésen kikaptuk, akkor egy picit azért rezgett a réc, és akkor azért gondolkoztunk, hogy hogyan tovább. Aztán volt egy szerencsés Ajka elleni győzelmünk, ami én úgy gondolom, hogy talán ott jött meg az önbizalmunk ahhoz, hogy itt ebben a bajnokságban lehetnek reális esélyeink. És szerintem a mérföldkő az volt, amikor a Józsőrben is sikerült megnyernünk a mérkőzést. A piros csoportból a MAFS és a Pink PBSK U23, a fehér csoportból pedig a csatadélyese és a sportdarás MAFS került be a rájátszásba. Mivel A-csoportos klub második csapata nem kerülhet fel az élvonalba, a Nyíregyháza és a MAFS között dől majd el a feljutás sorsa.